Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és eljöttek erre a konferenciára, vagy mondhatnám inkább baráti összejövetelre. Mi büszkék vagyunk az Uber életem, és azon belül a Neumann János Informatikkal büszke arra, hogy otthont adhat, helyet adhat ennek a konferenciának. Én nagyon meglepődtem, hogyha szabad egy kis személyes bevezetővel kezdenem. Valamikor tavasszal, ezért tavaszán ültünk le, és jött az ötlet, hogy hát ezt a konferenciát mi lenne, ha itt tartanánk az Uber életemen. És én akkor ezt nagy örömmel gondoltam, hogy mi ennek tudnánk házigazdája lenni. És aztán a tavasztól most így őszig vagy tél elejéig folyamatosan láttam, hogy hogy fejlődött és hogy nőtt egy napról két naposra a konferencia, milyen előadásanyagok érkeztek be, milyen előadók jöttek, jelentkeztek, és meglepődve vettem észre, vagy tudomásul, hogy meglepően nagyra nőtt ez a konferencia. Régóta foglalkozom én is ezekkel a területekkel, örülök neki, hogy a szakma ma össze tud itt ülni, én azt kívánom önöknek, hogy ez a két nap ez legyen tartalmas, ne érezzék elfecsérelt időnek. A előadók neveit látva, az előadások anyagát ismerve, én ebben biztos vagyok, hogy érdekes előadásokat fognak hallani, de talán az egésznek, mint minden konferenciának az lenne a legfontosabb célja, hogy a szakma összeül, megbeszél, kapcsolatok épülnek ki, és nem ellenségként, vagy nem konkurencionként éljük meg a jövőnket, hanem partnerként, mert akkor ez a szakma tovább fog tudni fejlődni. Én bízom abban, hogy ez ebben a tekintetben is sikeres tud lenni. A 4-1 kártya cseréken már egy részben túl vagyunk, úgyhogy szinte biztos vagyok benne, hogy ez a része is így fog alakulni. Kívánok tehát önöknek, hogy legyen tartalmas ez a mai nap és a holnap is, és nem is nagyon szeretném tovább szaporítani a szót, majd úgyis fognak még előadásokat hallani tőlem is, másoktól is, majd akkor azt a másfél órás expozimat megtartom. Most köszönöm a lehetőséget, és Bakó Gáborot kérném, hogy akkor a megnyitott konferenciát érdemben kezdje el.